Nemrégiben nyílt meg a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémia itt a 12. kerületben. Vendégünk Laca Ádám Illés, az akadémia sportigazgatója. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hogyan jött az ötlet, hogy ezt az akadémiát, vagy ezt a létesítményt létrehozzák? Ez egy nagyon régi vágyunk volt külön-külön így a Janikával. Ugye minket a sort körülbelül 3 évvel ezelőtt hozott össze. Én a Magyar Kempó Szövetség elnökeként tevékenykedem. És tudtam, hogy a Jani éppen parlagon van. Tehát bocsánat, hogy közbevágok, mondjuk el az nézőknek azért, hogy Nagy Csontörő Jánosról van igen, szó. Igen, Nagy Csontörő János profi ökövő világbajnokunkról van szó, aki 3 évvel ezelőtti időszakban mondhatjuk azt, hogy nagyon távol került az ökölvívástól. És én megkértem, hogy jöjjön le, nekem a Zsámbéki medencében van több klubom, illetve több olyan klub, aminek az alapításában részt vettem, és megkértem, hogy jöjjön le, és segítsen nekünk kempósoknak ugye az ököltechnikáknak a csiszolásában. Annyira jó sikerültek ezek az együtt működési időszakok, hogy megkértem a Janit, hogy akkor csináljunk egy külön ökölvívó klubot. Igen ám, de a Zsámbéki medencében lett egy nagyon jó kis ökölvívó klub, de nagyon sokan vannak úgy, hogy például bejárnak ide dolgozni a nagyvárosba, és nem értek haza este az edzésekre. És akkor elkezdtük keresni azt a lehetőséget, hogy hol lehetne a Budapesten, a budai oldalon egy olyan küzdősport központot létrehozni, ami ezt az űrt kitölteni. És ugye, ami nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ez csak a küzdősportról mondható el, hogy a budai oldalon kifejezetten küzdősport központ nincs. Tehát minden nagyobb küzdősport központ, akár a judóról, ökölvívásról, vagy bármelyik nagyobb ágazatról beszélek, az a pesti oldalon van. Tehát milyen okai vannak ennek ön szerint, vagy milyennek az oka? Talán az lehet, hogy ez a tradicionális nagy klubok, mint például az Újpest, a Fradi, a Vasas, ezek mind a pesti oldalon vannak. Ezekkel a létesítményekkel, ugye második keletben van a Vasasnak egy objektuma, de az más sportágokra alapul. És a 12. kerületi önkormányzatban találtunk egy olyan partnerre, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, leraktunk egy ilyen szakmai anyagot, és így kezdődött ez az együttműködés, ami egy hosszabb távú folyamat volt, és kaptuk meg bérleménybe ezt a termet, amivel igazság szerint ki kell szolgáljuk, és ez egy nagyon jó szó, mert van egy kötelezettségünk is abban az irányban, hogy kiszolgáljuk a kerületi sportéletet, de emellett a délutáni időszakokban tudunk sportegyesületi szinten koncentrálni kifejezetten azokra a sportágokra, amik itt a Küzdősport Akadémia megtalálhatóak. Mindjárt beszélgetünk ezekről a sportágokról is, de mit jelent pontosan, hogy kiszolgálni a kerületi sportéletet? Tehát hogyan tudnak bekapcsolódni a hegyvidéki sportéletnek a vérkeringésébe? A küzdősport szerintem minden sportágnak az alapja. Tehát ugye minden sportágnak az alapja az eséstechnika. Ugye ezt bárki bármit mond, a küzdősportosok, a küzdősportot űzők művelik a legmagasabb szinten. Igazából mi azokkal a technikákkal, azokkal a módszerekkel, hogy képezzük saját magunkat, illetve képezzük a tanítványainkat, minden egyes sportághoz hozzá tudunk adni. Nekem az a véleményem, hogy én minden egyes fiatalt, aki elkezdi az általános iskolát, én 3 évig valamilyen úton, módon becsempésznék a küzdősportok világába, de kifejezetten csak a szabadsúlyos, tehát a judó és a birkózás. Ez a két olyan sportág van, ami olyan szinten fejleszti a mélyizmokat, hogy utána a gyerek, hogyha bármilyen más sportágat szeretne választani, remekül fogja tudni használni ezeket a pluszokat, amiket a szabadsúlyos edzésekkel megszerzett, a mélyizomzata olyan szinten kialakul. A ütésrugás, illetve hogy már az ökölvívás és erre áttérve, vagy a karatén a különböző válfajaira, ott már egy idősebb korosztálynál javasolt ezeknek a technikáknak az alkalmazása, de ha ez az alap megvan, akkor ezzel az alappal bármi lehet belőle, akár labdajátékkal foglalkozó sportoló is, vagy csak egy egészséges ember, aki megtanult esni. Tehát szerintem az esés egy nagyon fontos alapja minden sportágnak. De vannak erre már tervek, vagy konkrétumok is, hogy mondjuk a mindennapos testnevelés keretében jönnének önökhöz az akadémiára, akár iskolások? Így van, tervek vannak, a kivitelezés van folyamatban.
szeretnénk azt, hogy mind a hegyvidékese, illetve mind a környékbeli iskolák, és bízunk benne abban, hogy az óvodák is, valamilyen úton, módon ki tudnák használni ezt a lehetőséget. Itt a különböző intézményvezetőkkel elkezdtük a kapcsolatfelvételt, ugye most első körben a szóróanyagokat juttattuk el mindenhova, de várjuk az összes olyan jelentkezőt, aki szeretné kipróbálni magát ezen a téren is. Lehet, hogy az életben nem lesz soha küzdő sporttal foglalkozó, vagy nem lesz harcművész, de megtanul olyan technikákat, megtanul olyan erőnléti edzésmódszereket, amiket az élet bármely területén a későbbiekben fog tudni alkalmazni. Milyen sportágak gyakorlására van itt lehetőség? Az alap az ökölvívás, van judó, ez a két olimpiai sportágunk van jelen pillanatban, emellett van kempó, ez a karaténak egy fókontaktos válfaja, van brazil jitsu, vannak srácok, akik már ilyen thai box foglalkozásokat is elkezdtünk, van MMA, ez a kevert harci művészet, van kettlebell, van jóga, illetve a jövő héten fogjuk beindítani a női önvédelmet, amire érdekes, hogy elég nagy az érdeklődés itt a környékbeli hölgyek részéről. És ha már az érdeklődésnél tartunk, ugye február elején nyitottak meg, teszt jelleggel, két hete volt a hivatalos megnyitó. Mi volt ennek a két hétnek a tapasztalata, vagy akár ennek az egy hónapnak, amióta nyitva vannak? Igazából azért kezdtünk bele egy ilyen tesztüzembe, mert ilyet, hogy egy akadémiát működtetünk, igazából még egyikünk se csinált. Tehát különböző klubokat, általános iskolák tornatermeiben, a Zsembéki medencében már működtetünk. Annak megvan a metodikája, megvan a sémája, hogy működik. Az, hogy a budai oldalon egy ilyen létesítményt hogy tudunk működtetni, illetve az érdeklődés milyen szintű, ehhez kellett egy ilyen bizonyos tesztüzem. Az ökölvívás, a judo, a kempó, hála Istennek, hogy nagyon szépen beindult. Ugye az MMA edzéseket most hónap elején kezdtük, oda is szépen jönnek a fiatalok. Tehát én azt hiszem, hogy, és talán nem is bátortalan az a kijelentés, hogyha azt mondom, hogy 2 hónap múlva szépen teli lesz a különböző foglalkozásoknak az időpontjai. És jó nézni ezt a sok fiatalt, akik meg nem csak fiatalt, mert ugye középkorú urak és hölgyek is járnak, akik jönnek és itt levezetik azokat a feles energiákat, amiket egyébként máshol nem is biztos, hogy ilyen intenzíven meg tudnának tenni. Milyen népszerűségnek a titka, vagy hogyan lehet ezt jól menedzselni, azt, hogy népszerű legyen a fiatalok körében, vagy nyilván az idősek is járnak, idősebb korosztály is jár? A küzdősport az egy nagyon hosszú távú befektetés, mondjuk úgy. Az elején nagyon sok az érdeklődő, elkezdenek lejönni, kipróbálják magukat, az már egy nagyon fontos lépés. És sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon nagy a lemorzsolódás. Tehát nagyon kevesen maradnak ott évtizedekig a küzdősportban, de akik ott maradnak, azok tényleg azok harcművészek. Tehát ők azok, akik mondjuk már életformaszerűen űzik ezeket a sportágokat, vagy éppen a harcművészetet élik, mint harcművészként élnek. De az a pár ember is, aki menet közben bekapcsolódik, kap tőlünk egy olyan pluszt, ami ma a jelen társadalomban nagyon hiányzik. Tiszteld a másikat, tiszteld az erősebbet, tudd, hogy hol a helyed. Ezek a leggyorsabban a küzdősport edzéseken derülnek ki. Lehet valaki széles mellénnyel, hogyha az edzés végére az ő helye, az idézőjes rangsorban a sor végén van. Ezért meg kell küzdeni. Igazából ezt a gyerekeknél lehet nagyon látni. Én például úgy szoktam az edzéseket megtartani a gyerekeknél, hogy amikor elkezdődik az edzés, akkor ugye még az első edzésen gond van a sorban állásra. Ugye küzdősport révén sorban állunk, köszöntjük az edzőt, köszöntjük egymást, és elkezdődik az edzés. Egy képletes ez a sor. Egy olyan dolog, hogy az első edzésen mindenki elő akar állni, mert ugye ki áll elő, mindig a legjobb áll elő. Elkezdődnek az edzések, ki hogy tudja az erőlétet, a technikákat, ki hogy teszi oda magát edzésen, és a következő edzések során szépen lehet látni, hogy már mindenkinek megvan a helye. Tudjuk mi edzők is kívülről, de egyébként a gyerekek, a fiatalok is tudják, hogy ki az, aki előáll, és ki az, aki a végén. És aki a végén van, a sornak a végén, a legnagyobb célja az, hogy ő valamikor beállhasson a sor elejére. Tehát én 5 évesen kezdtem a karatét, és az Általános Tudományi Egyetemen karate szakosztályán kezdtem el, és valahol a sor végén álltam a testvéreimmel. És egy olyan 10 év után én álltam legelől. És ez egy hatalmas nagy pluszt ad az embernek, amit én egyébként úgy érzem, hogy az életem során nagyon jól tudok kamatoztatni.
Tehát akkor a sport révén alapvető emberi értékeket is kapnak? Így van. Plusz motivációkat? Így van. Így van. És nyilván fontosak a húzónevek is, vagy a példaképek. Ugye gondolunk itt Nagy Csontörő Jánosra. Ő mennyiben jelent valamiféle vonzó erőt a fiatalok számára? Én azt hiszem, hogy aki ért az ökölvíváshoz, és én azt mondom, hogy külső szakértőként értek az ökölvíváshoz, én azt mondom, hogy a Janik az egyik legjobb ökölvívója a magyar box társadalomnak. Ő volt az első, ugye, aki Amerikában tudott mérkőzni. Több tucatszor védte meg a világbajnoki jövét. Ugye ott a teremben lehet látni azt a három világbajnoki jövet, amit ő megszerzett. A mögött nagyon komoly évtizedes munka van, hogy ezt ő meg tudta szerezni. Illetve ami nagyon fontos a Janinál, hogy azok után, hogy a profi világ ennyire kegyetlenül elbánik a nagy versenyzőkkel, mert ugye az ökölvívás arról szól, hogyha valaki veszít, akkor vége a történetnek. Jani nem vesztette el a hitét, és becsületes, tisztességes emberként dolgozott tovább, míg valahogy a sorsa úgy hozta, hogy megint a szorítók közé kerül, de már most, mint edző. Kik lehetnek még azok, akik húzónévként szerepelhetnek önök? Húzónévként a judóban Rajcsányi Gergő és Herédi Ákos. Judóban Gergőnek világbajnoki ezüstérme van, Herédi Ákos többszörös magyar judóbajnok. Brazil jitsuban Csámpár Jani, Csámpár János, aki tartja az edzéseket, ez április elejétől fog beindulni, ő Európa-bajnoki harmadik helyezett. Kempóban jó magam és Német István barátom tartjuk az edzéseket. És én azt hiszem, hogy a kettlebell edzések szintén Rajcsányi Gergő tartja, le kell jönni, ki kell próbálni, hogy milyen maga ez a kettlebell, ez egy nagyon jó kis kisegítő mozgás, erőléti. És ezt hogyan kell elképzelni csak azok kedvéért, akik esetleg? Ez egy vasgolyó, majdnek van egy füle. És akkor ezzel vannak ilyen speciális mozgások, speciális technikák, amiket végre kell hajtani. És én azt mondom, és bátran mondhatom, aki ennek utána néz, ugyanezt fogja találni, hogy megháromszorozza a kondíciót, az erőlétet. Egy-két hónap az kemény, tehát ezt meg kell mondjam, hogy ez egy kemény történet. Mind fizikailag, mind mentálisan az ember lejöjjön, és megint oda tegye magát, és tudja, hogy nagyon fog fájni, és el fogok fáradni. De a második hónap után egy olyan plusz erőlétet fog érezni magába, amit csak azért meg, aki végigcsinálja ezt. Én mondhatom, hogy mennyire jó, le kell jönni, ki kell próbálni, és higgyel mindenki, hogy igazam van. Mik a következő heteknek a tervei? Milyen újabb sportágak kerülnek be a kínálatba? Most jelen pillanatban sportágak közül a kickboxsal szemezünk. Szeretném lehívni Király Istvánikat, a Király Teamnek a képviselőit ide, hogy tartsanak kickbox edzéseket. Illetve a holnapi napon lesz egy felvidéki magyar srác, akit Vég Attilának hívnak, az ő beceneve Pumukli, aki az MMA-ba most bő egy hete Amerikában megnyerte a világbajnoki övet. Őt meghívtam, egyébként ő egy kempós múlta a bíró srác, és holnap tart edzést itt az akadémián, amire én azt hiszem, hogy nagyon sokan lesznek majd kíváncsiak. És hova tovább, vagy hova lehet fejlődni? Ugye, vagy ezt nyilván racionálisan végig kell gondolni, hogy elférjenek, legyen hely mindennek. Gondolom ezek is még a következő hetekben várnak önökre, hogy ezeket így logisztikailag igen. Végig gondolják. Igen, igen. Én azt hiszem, hogy egy szeptemberi kezdéssel, mert ugye ezzel a februári kezdéssel az a gond, hogy azok a szülők, akik már beiratták a gyereket valamilyen tanfolyamra, úszás, foci, bármi, már nem szívesen veszik ki ezekről a tanfolyamokról. De én azt hiszem, hogy most jön a nyári időszak, meg jönnek a tavaszi különböző ünnepek, sportnapok, ahol be fogunk mutatkozni. Én azt hiszem, hogy szeptemberben fogjuk tudni úgy megtölteni a történetet, hogy ki fogjuk rakni a táblát, hogy köszönjük szépen, megtelt. De itt a jó idő, és akkor szépen kezdhetünk el futni a Városmajorba, tehát ki tudjuk egészíteni itt az adottságokkal azt a lehetőséget, amit mondjuk már a terem nem ad meg. De ha netántán ez legyen a legnagyobb gondunk, hogy megtelt a terem, akkor majd kitaláljuk, hogy hogyan tovább. De addig is nagyon sok idő fog még eltelni, addig is nagyon sokan fognak lemorzsolódni, de aki legalább egy vagy két edzésre lejön, kap egy olyan kis pluszt, amiért azt fogja mondani, hogy már megérte egyszer lemennem erre az akadémiára, és én bízom benne, hogy a létszám és az eredmények idővel büszkévé tehetik-e a hegyvidék lakosait, hogy egy ilyen akadémia működik itt a területen.
Simicsko is államtitkár úr, ugye megnyitón azt is mondta, hogy talán majd ez lesz az az egyik intézmény, ahonnan a jövő olimpikonja is kikerülnek. Adottságok megvannak, tehát ugye a ring és a tatamis rész, ugye a két olimpiai sportágról beszélünk, az ökölvívás és a judó, maximálisan megfelel arra, hogy olimpiai bajnokokat tudjunk fölkészíteni, illetve az a szakember gárda, aki itt van, az is maximálisan alkalmas arra, hogy kinevelje a tehetségeket. Innentől kezdve a mi feladatunk, illetve a mi kötelezettségünk az, hogy a nagyszámú jelentkezők közül kiszűrjük azt az egy-két főt, aki érdemes lesz arra, hogy ha hazánkat képviselje, bízunk benne, hogy a 2020-as olimpián. Legyen így, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm meg. Viszontlátásra.